mellett abból a csoportból tovább lépjenek. Ugye 10 válogatott játszik két ötfős csoportban Ázsiában, és a lebonyolítási rend szerint az első két helyezettek már ott vannak, és Japán válogatottja az előző játéknapon elért döntetlennyével első csapatként Brazília után már ott van a VB-n, míg a harmadik helyezettek mindkét csoport harmadik helyezettje pótselejtezőre kerül, ahol előbb egymás ellen majd interkontinentális pótselejtezőn harcolhatják ki a világbajnoki részvétel jogát. Itt tehát ez a mérkőzés igazi csoport döntőnek számít. És abban az esetben, hogyha esetleg Dél-Korea tudna nyerni, azért a koreaiak is ott lennének. Nagyon-nagyon közel a világbajnoki szereplés felé. A körülmények mondhatni ideálisak. Komoly hiányzó egyik oldalon sincs. Elsősorban az üzbégeknél a csapatkapitány kétszer Ázsia legjobbjának választott Dzseparovra érdemes majd figyelni. Ő 8-assal játszik majd a fehér mezeseknél. A dél-koreaiaknál pedig azért a Bundesligából is ismert játékosok vannak a keretben. Közülük egyébként a kezdőcsapatban a Hamburg játékosa, a Hamburg csatára Son lesz majd itt. Az Augsburgban szereplő Jing Dong-Wong cserepados ezen a mérkőzésen. Következnek a himnuszok, és a himnuszok után majd kezdőcsapatokról is egy kicsit bővebben. Elsőként pedig Üzbegisztán himnuszát hallhatjuk majd. De még mielőtt elkezdődnének a himnuszok, azért bemutatják a játékosokat a Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség elnökének is. És akkor most jöhetnek a himnuszok. Üzbegisztán himnuszát hallhattuk, és elég sokat láthattuk Akhmedovot, aki jelenleg a legjobb üzbég játékosnak számít, és következik Dél-Korea himnusza. A dél-koreai válogatott szövetségi kapitán a Choi Kang-hee volt a képen. Izgalom van bőven a dél-koreaiak részéről is.
Általában azért az elmúlt években nagyjából az volt a forgatókönyv, hogy Japán és Dél-Korea könnyedén vette a csoportkört, és biztosan jutott ki a világbajnokságra. Most Japán ugyanezt meg tudta tenni, egy körrel a vége előtt már biztos, sőt két körrel a vége előtt már biztos VB résztvevő. Koreánál viszont félig meddig akadozik a gépe.